Szeretnénk elérni, és azt hiszem ez a 2012-es évben fog konkrétan megvalósulni, mert tárgyalások jelen pillanatban is folynak. Mi mindenképp szeretnénk a gazdákkal kötni szerződést, ami azt jelenti, hogy jövő tavasszal, márciusban el kell vetni a mustármagot, egyébként nem kell sokat vetni, mert hektárjára csak 50 kilót, 100 kilót kell vetni, ez nagyon érdekes ilyen szempontból, és akkor már azt a mustármagot vetni kell, amit mi tőlük felvásárolunk. Hogy őszinte legyek, a konkrét szerződésünk még nincs, tehát még nem írtuk alá a szerződést, de viszont tárgyalások vannak, és én meg vagyok győződve, hogy a jövőben is, akár csak az idén.